Nem a mostani az első olyan párharc a két csapat között, amelyik az NB1-ben maradásról vagy az élvonalba jutásról dönt. 1994-ben az akkor B csoportból felfelé igyekvő nyíregyházi együttes alul maradt a MAFC-szal szemben. 2002-ben pedig az A csoportos búcsút jelentette a fővárosiakkal szemben elvesztett párharc az NKK számára. A következő évben visszakerültek a legjobbak közé, és azóta is ott játszanak a jelenleg kék cápák néven szereplő nyíregyházi kosarasok. Sitko Ernő szakmai igazgató reményei szerint harmadszor nem lépnek ugyanabba a folyóba. Csapata mellett szólhat az, hogy még ők hetek óta az osztályozóra készülnek, a korábban már a bennmaradást ünneplő MAFC-ot az utolsó fordulóban taszította a párharcba a Jászberény. Ilyen párharc előtt mindig keresünk azokat az okokat, hogy mi az előny és mi az, ami hátrányos lehet a számunkra, és mind a két fél megnyugtatja magát bizonyos indokokkal. Sajnos ezek az indokok semmit nem érnek, a legfontosabb az, hogy kinyeri meg a mérkőzést, és az dönt el mindent. De természetesen azért mentálisan ez mindenféleképpen nekünk pozitívum lehet. A MAFC egyszer már elhitte, hogy ők bent maradtak az A csoportban, ez a középszakasz első mérkőzése után volt, és ők úgy gondolták, hogy már akár a komoly edzéseket sem kell erőltetni, illetve a játékosok is egy picit könnyebben kezelték a dolgot. Kérdéses, hogy mennyire tudják összekapni magukat, de remélem, hogy ez nekünk fog jobban sikerülni, és meg fogjuk tudni mutatni, hogy mi szeretnénk jobban bent maradni. A két csapat a jelenlegi bajnokságban négyszer találkozott egymással. Az alapszakaszban a nyíregyháziak hazai pályán 4 ponttal győztek, Budapesten pedig négyszeri hosszabbítás után szenvedtek 2 pontos vereséget. A középszakaszban a fővárosban elszenvedett 27 pontos vereségért otthonában 13 pontos sikerrel vágott vissza a Marsó Nyíregyháza. Nem tudom, melyik találkozóból kellene kiindulni, nyilván nem a vesztesből. Szeretnénk úgy játszani, mint a legutolsó, ami idehaza volt. Kontrolláltan jól kosárlabdáztunk ott, és nagyon jól megfogtuk az amerikai légiósokat. Szeretnénk kettőben legalább az egyiket limitálni. A két amerikai játékosuk, a Smith és Anderson közül egyiket legalább 15-20 pont alatt tartani, és támadással szerintem nem lesz baj, mert mostanában jól szervezetten működünk erről is. A két nyert mérkőzésig tartó párharc szombaton 18 órakor kezdődik Budapesten, a Gabányi Sportcsarnokban. A második meccsen szerdán 18 órától lépnek pályára a csapatok Nyíregyházán. Az esetleges harmadik mérkőzés pedig szombaton lesz a fővárosban.